most egy olyan pártatlan vélemény csomagot fogtok kapni, amiben vakon kóstoljuk, és megtudjátok azt, hogy így vakon kóstolva véleményünk szerint melyik a jobb. Újra itt vagyunk. Számad megint megtörlöm, mert csüljön a hátból. Tényleg. Zöld, Joni. Mit lehet róla tudni? Van egy Green Label, meg egy Island Green. És akkor a különbség az, hogy a Green Labelben a minimum 15 éves malt whiskyk vannak, az Island Greenben meg nincs ez a kor meghatározás, de az is egy malt keverék, tehát nincs benne gabona whisky, tehát másfajta csak single maltok vannak ebbe is. Igazándiből be lehet 3 éves is. Te ittál már ilyet? Nem. Hát azért... A sima zöldet ittam már. Hát, és a sima zöld az határozottan füstös. Az élményetek mi volt? Vettem vele kapcsolatban. Nem, az ízlet, az jó volt. 8-as volt. 8-as. Hát szerintem én nem vettem rá annyit, de tőle nem kaphat 8-ast. De egy 7-es kap tőle. Ott minden összhangban volt. Minden. Figyelj, Johnny Walker alapvetően jó whiskyket csinál. Tehát te is imádod az összes Johnny Walker. Teljes mértékben. Fogod imádni őket. Johnny van leszünk. Mind a háromnak a jobb oldalán van. Ugyanaz, meg a bal oldalán is ugyanaz. De ezt nem mondom, hogy nem érted. Na, szerintem akkor kezdjük a jobb oldalival. A jobboskával? Na, jobboljuk, azt mondjuk. Jobb oldali. Illetelmes, gyümölcsös. Jó! Hát nézd, nekem gyümölcsös, virágos. Tehát én most megmondom, hogy ez most brutkó. És nekem megint ez a kis dióság, dióhéj, az a enyhe felság. Tudod, most már a süti illat van? De. Diós nincertészta. Zserbó illat, vagy beigli illat. Jó történet. Ez a karvalosság nekem ott van, megvan. Nekem nincs. Nekem nagyon lágy, nagyon szoftos. De még mindig a kórházi ágyba képzeled magad. Na nézzük, nézzük a bal oldalit. Gyerünk a balos. Hát ez füst. Igen, füst. Ez... De nekem élményfüst. Ez a faszim. Sétálsz télen az utcán. Nekem tisztán a gyerekkor. Akkor még több parasztház volt, mint emeletes ház. Csak az és volt. Mindenki fával tüzelt. De a füst az ellet mindent, nem? Igen, de nem kellemetlen, nem tovább. Az a jó. Na, igen, az, amit órákig lehetne szagolni. De. Nézzük a jobb oldalit. Még egyszer vissza a jobboshoz. Most így értem, nekem a karból maradt ott. Nekem abszolút. Én érzem az illatát, hogy az íze az csípős. Mint a jó szakás van. Igen. És ez egy kicsi só. Ez a mosogató főnök, nem baj. Igen, pici só. Nekem viszont jön a sütis cucc most. Lehet, hogy belém beszélted, de most már van egy pici benne. Ne látsz árnyékomba, de... Meg mennyivel el van tompulva a jobb oldali, a bal oldali mellett? Nem, pont hogy nem. Ez a jobb oldali most így megszoftosodott, most úgy nem is akar mutatni magából. Fordítva. Ez egy ilyen teljesen így, mire füst, mikor pipából kifújod, és ez most jegyeket. Hozza. Ez gyümölcs. Ez a gyümölcs. A másikat szagolod nekem, az a füst. Igen. De nagyon kellemes. Nekem ez most teljesen szoftos. A lágy gyümölcsösség ott van, és amikor ezt szagolom meg, akkor meg ez a gyönyörű füst. Köszönöm. A jobb oldali. A jobbi. Rendben van. Jó, nekem a szájban van, mondom, kellemes, olajos, fordul. De amikor lenyelem, mint egy bol szemeket nyelnék le itt a torkomban érzem. És utóízben ez az ércsokiság, és nem hoz annyira gyümölcsösségeket, mint illatban. De például egyszerűen. A füstös semmi nincs benne, nem, ugye? Az a füstöt én sem. Tehát nincs a füstössége. Én nagyon enyhén utóízben, mint egy nagyon enyhén így oda-oda piszkált volna. Én nekem a füst semmilyen formában nem. Száraz, olyan. Nekem a lágy édesség is ott van mellette. Igen. Enyhén kesernyés, a fűszeresség az a kellemes, izgalmas volt, a lenyeléskor ott volt egy pár másodpercig, de aztán megtompult gyorsan, nem nagyon erősödött föl. Ez a gyümölcs az illatban sokkal jobb. A füstösség ez... Többet vársz illatból, nem? Igen. Sokkal másabb. Többet mutat illatra, mint íze. Egy jó, igaz, édes valamit. Igen. Várod, hogy... Meg a gyümölcs kavalkádot szeretnék. Igen, meg a füstöt várod, hogy ugye nem jött úgy illatba. Igen. Jó, hát most mondjuk nekem elég szoftos volt az illata, tehát a gyümölcs kavalkádot se úgy várom. Na hát akkor megyünk. Jöjjön a másik. Meg. Akkor a balos. Füst és karbolosság nekem most az. Ez a füst. Igen, gyönyörű. Most többet várok. Én is.
füst az végig van, nem? Mm. Azt a kurva. Most is. Ugyanaz a kis olajos, fordul, könnyen lenyeled, nem csípaj annyira, nem mar annyira, nincs az benne, mint az előzőben, és végig a füst, ugyanúgy, dominál. Mint illatban, igen, uralja. De nincs, tehát más nagyon-nagyon elnyomóval van a füst. Citrusosságot érzek. Nekem a füst az, ami... Egy pici édességet, és nem érzem utóízbe azt a szárasságot, igen, mint ebben éreztem. És pont kellemes a füst. Éppen annyira füstös, amennyire kell. És ebben mennyit tudnál meginni ebből a füstösből? Kettő, max. Tehát nekem ez már túl füstös lenne. Egy éjszakát áttinni. Én lazán. Én is, szerintem. És akkor másnap lehet, hogy hogy hívják. Eljátszanám a Vinettút. Ja, vagy a sűsüt. Hogy akkor pisálok, akkor tudod, ez a füstjelek jönnének ki a... Nekem a csípősség az körülbelül hasonló volt, mint az előzőnél, tehát ugyanaz a fűszeresség, csípősség mutatkozott, viszont, biztos, viszont nekem csípősség, csípőssége ez volt, csípőség. De a viszont ennél volt az, amit mindig mondod, hogy olajosan fordul, ennél volt az legelőször, hogy most éreztem ezt az olajosságot. Tényleg. Igen. Most határozottan ott volt ez, hogy ez az olajosság, te mondd még. És nekem édes savanyú volt a vége, és aztán ilyen hamus, most ilyen nagyon lágy étcsokoládés dologba hajlott a vége, édes késen ment el, tehát nem volt kellemetlen. Nem volt kellemetlen, kimondottan fasza volt. Jó, cseppentés. Csöpi fül és szem. Kezd a fejembe bele. Vissza, ez nekem a belád. Belőle beszéltek. Én ezt nagyon várom a jobb oldalit. Nagyon várom. Most, ezt, amit most kóstolunk? Nézzük. Ezt én nagyon várom most. Illatra nézzük. Hogy mit? Az egy nagyon, annyira domináns volt az elsőre. Amikor véleményt mondtok, akkor létszős mondjátok, hogy a jobb vagy a bal oldaliról beszéltek. Ez gyerekek, ez fú, mikor faszik, mikor most ég a tűz, és odaszagolsz, és a pernye, és a bal oldali, az egy füstenger. A jobb oldali elbújt, tehát úgy elmélyült. Szégyenlős lett is elmélyült. Sokkal... Na, hogy a faszokba tud elmélyülni, meg szégyenlős lenni egyszerre, bazd meg? Úgy, hogy nem lehet annyira szétbontani az illatokat benne, és úgy mélyült el, hogy sokkal karakteresebb, és egy irányba fókuszáló, diós, fás, és minimálisan talán füst illata van nyomokba. Én a füstöt... És mondom, mintha egy diót, egy linzes diót szagolgatnék, ennyi. Tehát nincs benne az a világosság, nincs benne a gyümölcsösség, nincs benne ez, nincs benne az. Olyan kicsit egy csikulát, mély, de egy csikó az illata. Egy picit azt érzem, hogy úgy... Erőködni kell, hogy nyíjj el, kimutass már magadból valamit. Nekem ez a süteményesség, linzeresség, kalácsosság nem nagyon akar előre törni. De alapvetően egy olyan viszkinek érzem, amiben semmi kellemet nem fedezek föl. Csalódás. Igen. A csepp. Tehát csalódás volt, hogy ez a szétbontás. Tehát egy annyira markáns íz volt először, és most úgy megszűnt. A mélységét azt nem tudom, de úgy nagyon-nagyon kell esni kell. Tehát kifejtettétek. Ez viszont a baloldali úristen gyerekek. Tehát az nem tudom, hogy távol tűzni, mikor megmaradt a leégett, és eszed, és dobálod, és Tehát ezt aki fő, és Nagyon visszafogott a jobb oldali. Na, ígyunk? Akkor ígyunk. A jobbos. Jobbos. Nekem a jobbos eltűntek a gyümölcsös hegyek. És az alkohol. A világos hegyek. Nekem meg pont, hogy előjöttek. A keserű, az megvan. Nekem a keserűben a... étcsoki. Igen. Meg gondolom, ez a most kicsi száraz, de még a dió még mindig érzem benne. Nagyon pici vajasság. A száraz az még most is, nem? Nekem is húzza. Tényleg? Uh-huh. Nekem gyönyörű. És most egy nagyon picit fanyalíz is beköszöntött. Nekem még benn volt a szájba, addig az édes uralkodott teljesen. Most a lecsengés, és nekem édes maradt, enyhén ez a fanyar, szárazkás. Ott van mellette, de egyértelműen az édes dominál.
Ez az édes, az olyan édes, ami nem édes savanyú. Nincsenek mellette ezek a gyümölcsös savak. Tehát tiszta édeset érzek. És csúszik át ebbe az étcsokoládésba. De most így a végén. Most tényleg a vége az étcsokoládésba megy. Ez az étcsok is most nekem előjön az egyhe konyak megy. Nekem vízzel jobban tetszett. Először nagyon durva volt, az orgia de volt. De ahhoz képest, hogy az, amit mutatott illatra legelőször, ahhoz képest egy picit csalódás. Szerintem ebben mindannyian egyetértünk. De viszont egy csöppentés után ez sokkal jobb lett. Az illata nem, de az íze viszont... Na nézzük, baloldali. A füst egy kicsit elszállt. Igen, nem annyira intenzív. De az édes csokoládé most kijön, nem? Édes illata van egy kicsit. Nekem a füstösség az, ami... Az de nem az annyira intenzív. Hát akkor konty mögé. Vagy basszuk be. Tehát a bal oldali. Érdekes módon, mikor beleraptam, egyből az jutott az eszembe, hogy ez édesen. Igen. Ez édesen. Igen, most jön a faszén vissza. Igen, mikor lenyeltem... Most ott végig. Ha lenyeltem, olyan, mint a tényleg a nyelvemre egy faszén darabot ráraktunk volna. Nagyon pici, pikás, íz is ebbe, tehát valami gyümölcs, íz is van benne. Ezt nagyon összerakták nekem. Mm, ez jó, a baloldali jól nagyon. Melyik tetszett jobban? Hát nekem a füstös. És én úgy gondolom, hogy az ez. Én vagy külön rávérül a szigetek. Tehát én úgy gondolom, azt lehet, hogy benézem. Neked? Megmondom az őszintét, hogy egy helyre raknám őket. Megyforma volt. Tehát ő neki nagyon finom a füstössége, de viszont ami első kóstolása az nagyon erős is a minden. De hogy mutogatsz rá, hogy melyik? Hát nem bocsánat, tudhatod, hogy elnézést. Ez egyszerűen tudhatja. A jobb, a jobb oldalin eltűntek azok a nagyon éles jegyek, és nekem ez megnyílt. Uh-huh. A másik nagyon füstös volt, a baloldali, először a füst volt, most a cseppentés után átment ugye a kicsi csoki, a kicsi, de a füst ott volt végig. És nekem mind a kettő nagyon. Tehát én ezt mind a kettőt azt mondom, hogy... Elrakjuk be a pontot. Én tökéletes választás. Én nekem is a baloldali részlet jobban a füstösség miatt. Jobboldali pohár. Jobboldali pohár tőlem kap egy ötöst. A baloldali kap tőlem egy hetest. Azért kap egy hetest, mert ez a füst íz, ami ezt képviseli, ez olyan az én szájízem szerint nagyon kellemes füst íz. Nekem a jobb oldal egy hatos, bal oldal egy hetes. Nekem a bal oldali az 8-as. Az bármikor szívesen legnagyobb örömmel. Mutasd csak a Johnny Walker-t a vállásodat. Igen, lehet. A bal oldali az 8-as, a jobb oldali az viszont egy 6-os. 6-os, mert szolíd volt, visszafogott volt, nem fedeztem fő benne olyan dolgokat, ami ugye elkápráztatott volna, tehát olyan kicsit olyan... Na, az az igazság, hogy jól kitaláltátok, igen, ez volt a bal oldali. Sejtettem. És ez meg a jobb oldali. Még most annyi, hogy lehet, hogy ezt a kóstolót majd újra kellene tartanunk. Emléksz, hogy mikor ezt kóstoltuk, a 15 éves Johnnyt, akkor el voltunk álljóval, hogy milyen fasz. Előfordulhat, hogy az a hiba... Hogy holnap után megint. Nem, hogy ez már egy bontott üveg volt. Igen. Igen. És lehet, hogy az a csodálatos füst, amit legelőször tapasztaltunk, hogy ebbe benne volt, most pedig annyira nem akart előjönni, lehet, hogy ez a légrés miatt volt. És lehet, hogy ezt a két viszkit egyszerre bontanánk, akkor egy teljesen más osztályozás alakulna ki. De alapvetően most ebből azt kell leszűrni, hogy az ő Johnnyk, ha nem nyúl mellé az ember. Nem, ez azt kell leszűrni, hogy érdemes mindig a részt figyelembe véve menni. Majd egy 10-15 ezer videó múlva esetleg ezt megkóstoljuk úgy, hogy mind a kettőt akkor bontjuk föl. Igen. És akkor viszont visszanézzük majd ezt a videót, és azt mondjuk, hogy bassz meg. Igazán kellett rá. Egy jó tomahawk. Hát akkor mára ennyi. És a következő videóban fogjátok látni, amit majd kitalálnak ők, hogy lesz. Erről van szó, addig a legjobbakat. Ciao. Sziasztok.